Moha és páfrány. Hogyan csinált Moha és páfrány hintát? Egyik reggel páfrány sokáig aludt, Moha pedig ez alatt csodára törte a fejét. Na, mi van? Mit csinálsz? Mi az? Nem látszik. Gondolkozom, hogyan csináljunk hintát. Ha lenne egy hintánk, hintázhatnánk. Na, mindegy. Jaj! Ha már úgyis felébredtem, menjünk, gondolkozzunk, hogyan csináljunk hintát. Hintát, hogy hintázhassunk. És most vigyázzat, a kötelet szépen áthajítjuk az ágon. Csak figyelj, tudod, a kötéllel ügyesen kell lámbánni. Tudod mit, páfrány? Hogy nehogy megint valami bajot történjen, elsőnek én fogok hintázni, jó? Én mégiscsak nehezebb vagyok. Jobb, ha én próbálom ki, tudod? Jól van, de most már én is szeretnék. Hogy is ne? Előbb mutatok valamit. Idesüss! Hintapalinta! 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 Jaj! Már csak Dorinka anyest hiányzott! Hát, ez aztán meg tiszteltetés, hogy pont az én fészkembe pottyantál. Nem, részemről a megtiszteltetés, de most hogy jutok le innen? Mi sem egyszerűbb, meglöklek, és már lenn is vagy. Ha ilyen magasról leesek, jól megütöm magam. Te meg folyton csak a sapkádat tartod alám. Találj ki már végre valami okosabbat. Ezzel megvolnánk. Egy idő óta titokban nézlek titeket, és van egy ötletem, mit lehetne csinálni. Ha? Ilyen! Figyelj! Itt egy alig hordott pocokbunda. A többit majd meglátod. Mi az? Már ketten vannak. No,
és a többi már úgy ment, mint a karikacsapás. Moha pedig egyszeriben igen készséges lett, és így szólt. Most hintáz te is egy kicsit, páfrány! Még meglökte a hintát, és hazament. Mesélő Pogány Judit. Írta Václav Csvrtek. Zene Jaroszláv Celba. Fényképezte Zdenka Hajdová. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Zdenyek Szmetana. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. De inkább csak figyelj! Tudod, a kötéllel ügyesen kell lámbánni. Tudod mit, páfrány? Hogy nehogy megint valami bajot történjen, elsőnek én fogok hintázni, jó? Én mégiscsak nehezebb vagyok. Jobb, ha én próbálom ki, tudod? Jól van, de most már én is szeretnék. Hogy is ne? Előbb mutatok valamit. Ide süss! Hinta palinta. Jaj. Már csak Dorinka anyest hiányzott. Hát, ez aztán a megtiszteltetés, hogy pont az én fészkembe pottyantál. Nem, részemről a megtiszteltetés, de most hogy jutok le innen? Mi sem egyszerűbb, meglöklek, és már lenn is vagy. Ha ilyen magasról leesek, jól megütöm magam. Te meg folyton csak a sapkádat tartod alám. Találj ki már végre valami okosabbat. Ezzel megvolnánk. Egy idő óta titokban nézlek titeket, és van egy ötletem, mit lehetne csinálni, ha? Igen! Figyelj! Itt egy alig hordott pocokbunda. A többit majd meglátod. Hinta palinta. Jaj. Már csak Dorinka anyest hiányzott. Hát, ez aztán a megtiszteltetés, hogy pont az én fészkembe pottyantál. Nem, részemről a megtiszteltetés, de most hogy jutok le innen? Mi sem egyszerűbb, meglöklek, és már lenn is vagy. Ha ilyen magasról leesek, jól megütöm magam. Te meg folyton csak a sapkádat tartod alám. Találj ki már végre valami okosabbat.
Ezzel megvolnánk. Egy idő óta titokban nézlek titeket, és van egy ötletem, mit lehetne csinálni, ha? Igen! Figyelj! Itt egy alig hordott pocokbunda. A többit majd meglátod. És a többi már úgy ment, mint a karikacsapás. Moha pedig egyszeriben igen készséges lett, és így szólt. Most hintázz te is egy kicsit, páfrány! Még meglökte a hintát, és hazament.